Zahár Gábor szerint vészesen alacsony a magyar emberek egészségkultúrája, ugyanis sokan nem mernek betegszabadságot kivenni, akkor sem, ha például idős hozzátartozóik megbetegszik. Ami ahhoz vezet, hogy rengeteg idős ember kerül például kiszáradás miatt a sürgősségi osztályra, sőt, ami a legmegdöbbentőbb adat, hogy olyannyira nem merünk a munkahelyünkről hiányozni, hogy este 7-től vannak a legtöbben a sürgősségi osztályokon. A következő percekben erről beszélgetünk a Honvéd Kórház sürgősségi betegellátó centrum vezető főorvosával, Zahár Gáborral. Jó reggelt kívánok, doktor úr, köszönjük szépen, hogy itt van. Ez mind így van, ahogy mondtam, ugye? Hét után vannak a legtöbben, és tényleg kiszáradnak az emberek, holott ihatnának. Hát itt van ez a borzasztó meleg, illetve ami most megint jön ugye itt a hétvége után. Még egy idős embernél nagyon nehéz azt, hogy ő rendszeresen fogyasszon, egyszerűen elfeledkezik róla. De hát azt gondolom, magunk is elfeledkezik, az embernek kell dolgozni, és akkor úgy rájön, hogy kikapcsolja maga körül a világot, aztán egyszer csak rájön, hogy jaj, már eltelt 3-4 óra, belenéz a tükörbe, kinyújtja a nyelvét, azt egy szép fehér nyelvet lát magával szemben. Szóval erre nagyon-nagyon kell figyelni, és az idős embernél, ugye, hogyha megbillen a dominó, akkor utána ez az egész láncolat ugye végigfut, és akkor kerül kórházba, ahol mondjuk akár már 1-2 liter folyadékvesztés is elegendő lehet, ugye a szervezet háztartása ezt már nem tudja kompenzálni, és akkor bekerülnek a kórházba, és innentől kezdve ugye hát szinte egy ilyen visszatérő, egy ilyen malomszerű történettel szoktunk találkozni. Tehát az általános egészség kultúránk az tényleg a béka feneke alatt van. De szóval... vagy kire gondol pontosan? Kiknek általánosan alacsony? Általánosan alacsony, ez így van, de hát itt különösképpen ugye nagyon jelentős különbségek vannak, például az iskolázottság és bizonyos betegségek megjelenése, iskolázottság és dohányzás, iskolázottság és elhízás között. Magyarán szólva lehet, hogy az egészségügyről szóló klasszikus információk azok nem jutnak el mindenkihez. Vagy kevésbé él mondjuk valaki egészségtudatosan, mondjuk, hogyha nagyon rossz anyagi körülmények között van, mint hogyha talán jobb anyagi körülmények között van. És azt gondolom, ebben is jelentős különbség van, hiszen például mondjuk a dohányzással kapcsolatban az alacsonyan iskolázottaknál kétszer annyi a dohányzás, mint mondjuk a magasan iskolázottaknál. Ami azt jelenti, pedig eleget lehet beszélni, hát az ember ránéz egy cigarettás dobozrát, mit lát rajta, csupa horrorisztikus felvételt. De van, aki számára ez jelent valamit, van, aki meg azt mondja, hogy mit érdekel, nem foglalkozom bele. Nem beszélve arról, hogy a magyar lakosság általános boldogság fogalma, meg jól érzem magam a bőrömben című fogalma, az valahol mondjuk olyan 55-60% körül van. De ez mitől van? Tehát nem biztos, hogy az egészségtudatosság saját választásból alacsony. De az kívülről lehetne komprimálni. Nem meg például, vagy nem tud elmenni az orvoshoz? Akkor rögtön mondok egy másik statisztikát. Magyarországon a legtöbb orvosbeteg látogatás per év. A legtöbb. Magasan vezetünk az Európai Unióba, és akkor ugye az emberbe fölmerül, hogy akkor mi is történik egy ilyen orvosbeteg látogatás kapcsán. Hát ugye nem tudom, megmondom őszintén, mert ahhoz képest mondjuk a halálozási statisztikákban élen vagyunk, tüdőrák, vastagbéldaganat, méhnyakrák, emlőrák, ezekben mind olyan helyen vagyunk, hogy büszkénk lennénk rá, hogyha mondjuk a magyar labdarúgás ilyen szinten lenne, mert az Európa első 3-4 nemzete közé emelne tulajdonképpen minket, de hát a foci az nem itt tart, hát azt tudjuk, az való még lejjebb van ebbe az egész történetbe. Szóval megdöbbentőek ugye a magyar egészségügyi statisztikák, például mondjuk CTMR szempontjából utolsók vagyunk Európában. Már ami a mennyiséget jelenti, pedig éppen ma olvastam az egyik ilyen orvosi hírportálon, hogy 47%-kal emelkedett az elmúlt 5-6 évben a CT és az MR-eknek a számaránya, de még mindig ezzel Európa egyik utolsó nemzeteként szereplünk. És ugye az is szerepet játszik, hogy félnek az emberek betegszabadságot kivenni. Na persze, meg kirúgják őket a munkahelyről, és ezt látjuk mi is, hogy este 7 óra után jönnek a sürgősségi osztályra, amikor már nincsen szakrendelő, amikor már nincsen házi orvos, és ilyenkor a sürgősségi osztály fölveszi ennek a szerepét, és ha mi azt mondjuk, kérem, ez nem a sürgősségi osztályra való, akkor rögtön megkapjuk a visszamondatot, maguktól meg is dögölhet az ember című történet, és jönnek a levelek, és így tovább, és így tovább. És ha ma megnézzük mondjuk az átlag magyar lakosságnak a magyar egészségügyről szóló kritikai véleményét, hát az nagyon-nagyon-nagyon lesújtó, azt kell, hogy mondjam. És ebben azért világos, ez egy kétoldalas történet, részben a kórházak általános állapotáról szól, habár ebből a szempontból azt gondolom, a Honvéd Kórház egy abszolút üdítő kivétel, ahol tényleg abszolút európai körülmények között tudjuk ugye a betegeket ellátni. Részben pedig az a hihetetlen terhelés, aminek ma az egészségügyi ellátórendszer ki van téve, olyan bérekért, ami hát valljuk be őszintén, hát azért elég elmarad ettől a nagyon-nagyon jelentős megterheléstől. És nem a paraszolvenciáról van szó, de egy tök más dolog, hiszen mondjuk a paraszolvenciát a mai egészségügyi dolgozók
orvosoknak, körülbelül az 5-8-10% az, aki ennek a 90%-át elviszi, a többi nem. Többről csak azt gondolják, hogy a történet erről szól, pedig nem. Van egy másik szegmens, egy olyan beteg, aki már felkészülten érkezik, mert az internetről mindent elolvasott, és sokkal jobban tudja, mint maga az orvos. Igen, a Dr. Google. Persze, abszolút. Dr. Google az fantasztikus, hiszen bedobja a tüneteket mondjuk este 6-kor egy közösségi portálra, 8-ra megvan a diagnózis, és 8-9-re a terápia. És ha a hülye orvos nem írja föl neki a gyógyszert, akkor sem gond, mert akkor megveszi az interneten, mert ott gyakorlatilag mindenféle gyógyszerhez hozzá lehet jutni, és itt receptköteles szerekre gondoltam, nem persze ilyen OTC-szerekre, amit bárki megvert a patikában. Ugye azt mondta az előbb, hogy statisztikák szerint elmegyünk orvoshoz, de akkor hol csúszik el a dolog? Utána hát valószínűleg ott, hogy elmegyünk feliratni a gyógyszert, és az egész, még az is, hogy az egészségtudatosság, szóval ilyen felmérések is történtek Magyarországon, hogy a magyar lakosság ugye az orvosi tanácsoknak kb. 40-45%-át nem tartja be. És én magam is látom, ezt most gondoljunk bele mondjuk itt az elhízott populációban, hát 60% a magyar lakosságnak túlsúlyos. És az abszolút meleg ágyú ugye egy csomó olyan betegségnek. És ugye azt mondjuk, hogy igen, kezelni meg rengeteg gyógyszer, igen, de sokkal olcsóbb mondjuk egy betegséget megelőzni, mint magát a betegséget gyógyítani. A diabéteszre sok-sok milliárdot ölünk bele, ami pedig tényleg életmódváltozással, súly kontrollal, és így tovább kordában tartható lenne, magas vérnyomás, szívbetegség, csomó-csomó olyan betegség, amire egy kicsit jobban odafigyelnénk. És ugye ez is egy érdekes dolog, ugye a saját kritikai érzékünk. Ott van a sok rohadt drogos meg alkoholista, mondja ezt az 50 éves magyar férfi, ugye 30-as BMI-vel, magas vérnyomással, cukorbetegséggel, és így tovább, de ugye az ő betegségei azok szocializációs betegségek, úgyhogy előítéleteink vannak, csak éppen a tükörbe nem merünk belenézni. Tökéletes végszó. Köszönjük szépen. Köszönöm.